nézőinket. Önök a Városi Televízió július 25-i adását látják. Adásunk elején kérem tekintsék meg önkormányzati híreinket. Köszöntöm a Látosi Ferenc polgármester urat és a Városi TV nézőit. Újabb adományban részesült Csümeg a Teutó Lovagrend jóvoltából. Kik részesülhettek a segítségből? Köszöntöm én is a kedves tévénézőket. Valóban egy nagy szállítmány érkezett Németországból, főleg kórházi ágyakat hoztak jelenleg is, kórházi felszereléseket. A szociális otthonunknak szeretnénk az ágyakból adni, ezek speciális elektromos ágyak, tehát minden részét lehet emelni, sűjeszteni, a fejrészet, a lábrészeket. Ez nagy könnyebbséget jelent majd az ott dolgozó nővéreknek, hiszen a betegeket könnyebben tudják mozgatni. Ezentúl nagyon jó minőségű ruhaneműket kaptunk, minden polgár részesülhet, aki a Máltai Szeretett Szolgálathoz elmegy és igényli a ruhákat vagy bármit, amit kaptunk. Következő szállítmány újra élelmiszer lesz, ott az óvodáknak, iskoláknak és az öregek otthonának, kórháznak szeretnénk kiosztani a következő adományt. Rendkívüli testületülésen felmondta a képviselőtestület a vár üzemeltetési szerződését. Mi indokolta ezt a lépést? Több olyan kérdés is van, amelyben meg kellene egyeznünk a vár jelenlegi üzemeltetőjével. Egy új szerződést kell, hogy kössünk, amelyben a jogokat és a kötelezettségeket mindenki rögzíti, mind a két fél. És egy olyan szerződést kell megkötnünk, amely nem csak a vállalkozónak előnyös, hanem a város sem éri hátrány. Ezért a testületünk úgy döntött, hogy felmondja a szerződést, és szeretnénk egy új szerződést kötni a vállalkozóval. Majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a végkifejlete. Értesüléseink szerint elkészültek a tanúszoda látvány tervei. Mikorra várható az építés megkezdése? Jelenleg folynak a tárgyalások a minisztériumban, illetve a sporthivatallal. Gyakorlatilag tisztázó kérdéseket kellett most még eldöntenünk. A több olyan kérdés volt például az, hogy 145 millió forintos beruházás lesz, ennek a 25%-os önerejét miből vállalja az önkormányzat. Jelenleg ugye a felajánlott, úszodához felajánlott összegek nem érkeztek, meg sem az önkormányzat számlájára, sem pedig az állítólagos ügyvédi letétbe helyezett összegekről nem tudunk semmit. Ezért az önkormányzat a saját költségvetésébe jelölte meg azt a forrást, közel 50 millió forintot, amelyet a tanúszodához majd biztosítanunk kell. 2015-ös költségvetés terhére fogjuk ezt biztosítani. Idén szeretnénk a tanúszodát megkezdeni az építését. Jelenleg a strand területén fog megkezdődni az építkezés, ami azt jelenti, hogy a strandon egy 33 méteres uszodát fogunk építeni. Ennek az a lényege, hogy nyáron lebontható az uszoda háromnegyed része, tehát egy nyitott medencévé fog válni az uszoda, és későbbiek folyamán pedig a strandot tudjuk majd bővíteni élménymedencével esetlegesen. Természetesen egy probléma lesz, hogy csak szezonálisan tud majd működni az élménymedence, a tanúszoda viszont egész éven keresztül, hiszen fűthető és lefedhető tanúszodáról beszélünk. A következő év tantervébe már szerepel Sümegen az úszás oktatás, tehát egy év alatt ennek a tanúszodának el kell kezdeni, de a strand felújításának az első lépcsője az, hogy a tanúszodát megépítjük a strand területén. Tehát újra ki fog nyitni a strand. Nagyon sokan kérdezték, hogy lesz-e még Sümegen strand. Itt jelentem be, hogy lesz strand. Fokozatosan építeni fogjuk, és egy szép strandot fogunk építeni pár éven belül. Milyen programokat ajánl a hétvégére polgármester úr? Ma este lesz a Republik koncert a Palota kertbe, 21 órakor kezdődik, előtte a Sümegi Városi Fuvószenekar fog játszani, holnap pedig megkezdődik, szombaton, 26-án megkezdődik a 10. Jakab-napi rendezvénysorozat, ami azt jelenti, hogy 16 órakor kezdődik Csiszár József festőművész kiállítása a Püspöki Palota vadásztermébe, 17 órakor ünnepi megnyitó kezdődik, utána a fuvószenekarok koncertje lesz, folklor gála lesz utána, majd ünnepi borkóstolás, aztán a 21 óra 15-kor a Balkán Fanatik koncert. Másnap, vasárnap szintén nagyon szép programok lesznek.
16 óra 30-kor lesz a jakabnapi látványos történelmi felvonulás. Én kérek mindenkit, hogy minél többen jöjjenek ki az utcára, tekintsék meg a felvonulást. Majd este 6-kor ünnepi köszöntőkkel nyitunk újra, és utána pedig a Vivák Bakhusz, egy pécsi énekegyüttes a Jó Borokról énekel, fantasztikus koncertet fognak adni, volt már szerencsém meghallgatni őket, tehát egy nagyon jó énekegyüttes. Kérem, minél többen jöjjünk el és élvezzük ezt a koncertet. Este 20 órakor pedig az IKON Művészeti Társulatnak a musical estje lesz, és ezzel fog zárulni a 10. jakabnapi rendezvény. Hát itt köszönteném a borászokat, itt a tévén keresztül a vadászokat, akiket ünnepelünk ezen az ünnepen. És hát én azt gondolom, hogy aki nem borászkodik, nem vadászik, de szereti a jó pörkölteket, a jó borokat, mindenképpen ott a helye, a 10. jakabnapi ünnepsége. Mindenkit szeretettel várunk. Köszönjük szépen, polgármester úrnak a beszélgetést, és kellemes időtöltést kívánunk a hétvégére. Én is köszönöm a lehetőséget a sümegi tévénézőknek. Én arra kérek mindenkit, szokástól eltérően, most ne utazzanak el, jöjjenek el inkább a fesztiválra, legyünk együtt, érezzük jól magunkat, és kóstoljuk a finom borokat, élvezzük a jó zenekari produkciókat, illetve hát nézzük meg a vadászkürtösöket, kóstoljuk meg a vadászok által főzött jó pörkölteket, és ünnepeljünk 2 napon keresztül. Apróságoknak, nagyobbacskáknak és egészen nagyoknak, aktívaknak, nyugalomra vágyóknak, extrém kalandot keresőknek és a napszerelmeseinek, családdal érkezőknek, barátokkal bulizóknak és mindazoknak, akik kellemes nyári élményekre vágynak. Várkertfürdő, az elérhető pihenés. A Sümegi Polgárőr Egyesület kezdeményezésére mobiltelefonhoz jutott egy helyi rászoruló polgár. A telefont a Sümegi Mobilbazár üzlet ajánlotta föl. Erről készült felvételünk következik. Köszöntöm a Sümegi Polgárőr Egyesület tagjait, Molnár Zoltán elnök urat, Trombitás Otto elnök helyettes urat. Mi vezérel titeket egy ilyen segítő lépésre? Köszöntöm a tévénézőket, jó napot kívánok! Megmondjam őszintén, az egyesületünket az késztette, hogy Péter barátom lakott felettől 7 kilométerre lakik, legmesszebb lakó sümegi állampolgár, egy olyan részen, ahol se villany, se víz nincsen, ez az erdő közepén van. Egy nagyon romantikus hely, de azért veszélyeknek is van kitéve. Azért gondoltuk azt, hogy egy mobiltelefonnal megajándékozzuk, hogyha bármikor segítségre lenne szüksége, akkor a mobiltelefonunk segítségével nyugodtan felhívhatja a mentőket, tűzoltókat, rendőröket, vagy ahogy megbeszéltük, közvetlenül a polgárőrséget is. A Sümegi Polgárőrség tagjai rendszeresen részt vesznek területükön a különböző karitatív feladatok szervezésében, segítésében. E feladatok keretében a polgárőrség támogatja a szociális rászorulókat, egyedül élő embereket, az idős, beteg állampolgárokat. Kérlek, mondjatok pár szót a vezetésed alatt álló egyesületről, illetve annak tagjairól. Igen, én 2010-től vezetem az egyesületet. Akkor az egyesületnél egy teljes szemléletváltás történt. Azon felül, hogy a köztület rendjének és biztonságának a feladatkörén túl igyekszünk ezeket a karitatív tevékenységeket is elvégezni. Hát elsősorban a bűnmegelőzés, köztük ott vannak az időskorúak, az időskorú személyek körében a bűnmegelőzés, de ahogy már mondtam, volt régebben riportunk, hogy az idei évtől a fiatal korúak, óvodás és iskolás korúaknál is megkezdik a bűnmegelőzést mindenféleképpen. Milyen eredményekkel büszkélkedhettek eddig? Hát, hogyha most az minden felsorolnék, szóval rövidre veszem, akkor kevés lenne a műsoridő. 2013-ban megkaptuk az év polgárőr egyesület elismerést. 122 egyesület között mi lettünk az év polgárőr egyesülete Veszprém megyében. 2012-ben a mi egyesületünk tagját, Kovács Zoltánt választották az év polgárőrének Veszprém megyében. Még annyit el szeretnék mondani, hogy a helyettesem, Trombitás Otto 2013 évben az OPS, az Országos Polgárőr Szövetségtől egy polgárőr érdemkereszt bronz fokozata kitüntetésben részesült.
Gratulálunk a szép eredményekhez. Működésetek anyagi hátterét ki támogatja, illetve segíti? Hát két fő partnerünk van, az első a Sümeri Önkormányzat. Itt ismét megköszönöm a támogatást, mert ezt a munkát csak itt tudjuk végezni, mert azért kell hozzá anyagi háttér. A másik pedig az Országos Polgári Szövetség. Ők a fő támogatóink, és meg kell említenem a sümegi vállalkozókat. A sümegi vállalkozók körében nagyon sok vállalkozó van, aki támogatja anyagilag, ki természetben különböző módon az egyesületünknek az eredményes működését. Meg szeretném köszönni a Mobil Bazár képviselőnek, Cserti Szabinak, aki szintén a sümegi polgári egyesületnek a munkatársa. A Krisztel Kft.-nek a felajánlását köszönjük, amit mi azonnal át is adunk a Radics úrnak, hogy használja egészséggel. Ezt köszönöm. Nagy szeretettel. Péter, használja egészséggel. Ne legyen rá szükség, de a szükség lesz, akkor mindig ott van. Jó? Használja egészséggel. A polgárőrök tevékenységüket önzetlenül és önkéntesen végzik, egy olyan célért dolgoznak valamilyen formában, amely jobbá teheti a társadalmat és az emberek javát szolgálja. A jövőben munkátokhoz minden jót és nagyon jó egészséget kívánunk nektek. Köszönjük szépen! Alkalommal került megrendezésre a sümegi autótuning találkozó. A rendezvény megnyitójába készült felvételünket láthatják. Lököm az infót a mixpult mögül. Iszonyatos fontos munka, az enyém jobb lesz, ha nem kötsz belém. 3, 4, 5, 6, 8, reggel 7, ébredek, apu kell, teget, jobb, ha már is kellek. Benyomok egy kiflit a szádba? Hugi neked, nem adok kár a szájacskádba. Hölgyek, urak, fiúk, lányok, megjön a nagy kamion is, gyerekek, jó van. Szépen lassan belecsapunk a negyedik sümegi, durva, jubileumi negyedik sümegi tuning fesztiválba.
kis dudálás, kis bandázás, óriás hellák. Egyébként azokat a hellákat nagyon megköszöntem volna Afrikába. Jó napot kívánok! Franco és Vanni a Tír sorozatból, azon nőttünk föl, de édes volt, én kérek elnézést. Szóval sok szeretettel és nagyon nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit. A mai nap eseményeire majd visszatérünk, de előtte egy hivatalos Szevasztok testvéreim! Ahogy mondtam, Franco és Vanni, szittya magyarban megérkezvén a hátrafelé nyilazó sportjáról. Szóval, hogy mielőtt belecsapnánk a program tervbe, akkor polgármester úr megnyitná hivatalosan is a rendezvényt. Ugye a tavalyi évben is találkoztunk, beszélgettünk sok mindenről, ugye az idei év azért ebből a szempontból most úgy tűnik, hogy pici változások mellett folyik, de bízunk benne, hogy megint növekszik a létszám. Te, bocsánat, hogy tegeződünk, de vagyunk ilyen viszonyban. Te hogyan látod a sümegi tuning találkozó helyzetét? Mindenkit köszöntök tisztelettel a tuning találkozón. Nagy öröm számomra, hogy negyedik alkalommal sikerült megrendezni a tuning találkozót. Én bízom benne, hogy minél többen leszünk. A nagy meleg persze mindig elriasztja a résztvevőket, de hát azt látom, hogy a törzs közönség itt van. Úgyhogy én mindenkinek egy nagyon jó találkozót kívánok. Láttam már csodaszép autókat, úgyhogy még van pár darab, amit nem néztem meg, de remélem, hogy egyre szebbeket látunk. És várom, hogy jövőre is mindenki eljöjjön, még többen legyünk, és bízom benne, hogy még többen érkezünk, mert nagy a forgalom a 84-esen, nehéz lefordulni, úgyhogy ez a plac nem lesz elég délutánra, én azt gondolom, így látom. Milyen az autós élet, milyen az autós helyzet Sümegen? Ugye nagyon sokan csak a várat ismerjük, illetve a hozzátartozó szállodakomplexumot. Azért próbáljuk meg ezt összefoglalni, ti belülről látjátok ezt. Van összetartás az autós társadalomban? Igen, van összetartás, vannak csoportok, akik valóban jó barátságban vannak. Illetve itt tőlünk jobbra látunk egy csodálatos kamiont, ebből is látjuk, hogy a tuning azért az működik. Tehát én azt látom, hogy Sümegen is az autós élet az nagyon jó, és vannak baráti körök, akik együtt szoktak autóval menni kirándulni, illetve hát a kocsijukat szintén tuningolják. Utcai emberként privát életedbe belecsapunk. Milyen autód van? Meg van-e húzva? Van-e benne nagy zene? Áruld el titkokat! Van egy Mitsubishi Pajero ott áll kint. Nem látszik a meghúzás, minden oldala összetört már, de mindig lefestettem, úgyhogy olyan csiri-virinek néz ki, de elől-hátul már összetört az autó. Nem erre gondoltam a meghúzást, hanem hogy a motorja föl van-e húzva, van-e benne más lengéscsillapító, más szilent, esetleg meg van-e tuningolva, ez ilyen szaksargonban a meghúzás, felhúzás azt jelenti. Nem feltétlenül a töréskára gondoltam, nem akartalak megbüntetni és megmarni már az elején. Tehát, hogy utcai autóval közlekedünk, vagy valamilyen szinten belecsapunk azért, elkacsingatunk a tuning társadalom irányába. Igen, kacsingatunk, hát hogyha megnézitek, akkor van rajta egy-két gajtörő, vagyis hát elől egy gajtörő, a tetején egy bukásgátló cső, igaz, hogy nem is vadászom, nem is megyek terepre, ez már tuning, mert a közönségnek szól. Viszont nem szabad elfelejteni, és megint egy ilyen apróságot árulunk el, hogy azért szeretsz bütykölni, és valamilyen szinten te is motorizált génekkel vagy felvértezve, árulhatunk el erről valamit? Igen, én a motoros sárkányomat szoktam tuningolni, tele van mindenféle reflektorral, hogyha fönt van a levegőben, akkor úgy néz ki, mint egy karácsonyfa. Gyakorlatilag 8 darab reflektor működik, és össze-vissza villog a zöldtől, a pirosig, a fehérig minden rajt van, de hát ugye ez a légi közlekedés belül is van írva, mert helyzetjelzőként is használom őket. Az, hogy egy sárkánnyal repülsz szabadidődben, az ilyen idegbelez levezetés? Tehát nyugodtság, higgadtság, béke a levegőben? Ez szerelem, ez nem idegesség levezetése, ez olyan, mint az autósoknak az autóvezetés, hogy aki beleszeretett az autóvezetésbe, vagy a repülésbe, annak egy olyan szerelem, ami valóban megnyugtat, felizgat, adrenalint emel, de szerelem. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy még egy sem maradt fönt.
Igen, hál' Istennek mindig le tudunk szállni, úgy, ahogy a nagykönyvbe meg van írva, és nem az újságba eseményként szerepelünk, hogy valami tragédia történt, hanem szépen letesszük a mezőre, vagy az útra, hogyha kényszerleszállás van akkor is. Tehát ezek nagyon biztonságos szerkezetek, gyakorlatilag ezt siklásra tervezték, a motor az csak kiegészítője, hogy fel tudjon szállni, és hogy ne kelljen a termékeket keresni a levegőbe. Picit kanyarodjunk vissza a való világba, a földre. Milyen programokkal próbáljátok meg a közönséget, az ide látogató vendégeket Sümeg környékére csalni, hiszen a Tuning találkozón kívül azért itt a nyáron gondolom lesznek még programok. Igen, nagyon sok szép programunk van. Hát július 26-án a borászok és a vadászok ünnepe lesz, egy kétnapos fesztivál, illetve péntek este 20 órakor egy Republik emlékkoncertet is fogunk tartani. Szombat, vasárnap pedig nagyon jó programok lesznek, történelmi felvonulás. Itt az ide látogató vendégek láthatják Sümeg ezer éves történelmét. A törököktől kezdve mindenki fel fog vonulni. Több mint 300 felvonuló vesz részt az utcai felvonuláson. Aztán augusztusban lesznek a végvári napok, ősszel a szüreti fesztiválok, tehát egész évben mindig vannak műsorok. Polgármester úr, köszönjük szépen a háttéri információt. Nagy Királyság, hivatalosan is akkor nyissuk meg a rendezvényt, jó? Akkor hivatalosan most megnyitjuk ezt a rendezvényt, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Sok ötletet gyűjtsön mindenki, hogy jövőre még több, még szebb autókat láthassunk itt, habár most is egy-két autó már ámulatba ejtett, és akkor ezennel megnyitom a Tuning találkozót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, erősödik a taps, erősödik a taps, hullámzik a tömeg, mindenki boldog. Polgármester úr, Nagy Király vagy még mindig. Sümeg forever. Gondolná, hogy az ön otthonába is ilyen könnyű bejutni? Ne hagyja, hogy sikerrel járjon. Most emelt szintű védelmet adunk új nyílászáróihoz. Állítsa össze új nyílászáróit hő, zaj és betörésvédelmi szempontok szerint. Ismerje meg a heves termvédelmi indexet. Keresse partnereinket országszerte. Újabb adomány érkezett Sümegre, melyet a Teutó lovagrend nagymestere személyesen juttatott el városunkba. Erről készült felvételünk következik. A városunk nevében szeretném megköszönni Klaus Bosszúnak, az Ordo Militaris Teutonicus lovagrend nagymesterének ezt az adományt, ezt az ajándékot, amelyet kaptunk, hiszen nagyon sok rohaneműt kaptunk, játékokat, illetve elektronikus kórházi ágyakat, ami értékben is nagyon komoly érték. Én most itt forintálisan nem fejezem ki az értékét, hiszen adománynak nem illik kifejezni, de azt gondolom, hogy egy nagyon komoly adományokkal gazdagodott újra a városunk. Úgyhogy szeretném nagymester úrnak ezt megköszönni még egyszer, hogy gondol ránk, hiszen minden 2-3 hónapban nagyon komoly adományokat kap a város. A városunk nevében még egyszer. Nagyon szépen köszönöm Klaus Bosszúnak. Vielen Dank, Klaus. Gern geschehen. Ihr könnt es brauchen, ich weiß es. Auch hier noch. Ja, wie in Italien. In Italien küsst man auch dreimal. Ich bin wieder gerne gekommen. Natürlich nicht mit leeren Händen, sondern mit Elektrokrankenbetten oder Altenpflegebetten?
Természetesen nem teljesen új dolgokkal, hanem kórházi ágyakkal, régebbi kórházi ágyakkal és elektronikai berendezésekkel. Kleidung und Kinderspielsachen? Ruhákkal és gyermekjátékokkal. Und ich habe festgestellt, das Lager war nahezu leer. Ihr habt gut gearbeitet, ihr habt gut verteilt, herzlichen Dank. Nagyon jól dolgoztatok, köszönöm szépen. Mi is nagyon köszönjük. Klaus Bosszú a városunk díszpolgára is, és azért is köszönöm, hogy olyan díszpolgárunk, aki tényleg igazi polgár, hiszen várost mindig támogatja, és mindig szeretettel gondol Sümegre, tehát ő itthon érzi magát Sümegen. És labdarúgó pálya, mellyel kapcsolatban Viola Norbertet kérdeztük, a Sümegi Közszolgáltató Kft. Vezetőjét. Köszöntöm Viola Norbert urat, a Sümegi Közszolgáltató Kft. Vezetőjét. Felújították a sümegi műfüves ollépályát. Mi indokolta a munkálatokat és mekkora költségekkel járt mindez? Üdvözlöm én is a tévénézőket. Igazán ez a műfüves labdarúgó pálya 2009-ben épült, akkor került átadásra. És azóta folyamatosan használják és veszik igénybe. Ez alatt az időszak alatt az alapkarbantartási munkálatokat azokat el tudtuk végezni, tehát ide tartozik a gumizolátum és a kitöltő homoknak az egyenletességének az eloszlatása, az esőprése, folyamatos tisztítása, viszont bizonyos időközönként el kell végezni egy sokkal alaposabb munkálatokat is, amely azt jelenti, hogy a műfű kitöltésére szolgáló kvarcomokot, valamint a gumizgranulátumot ki kell porcivózni a műfű közül. A hulladékot, az éves során felgyűlemlett hulladékot, szemetet, kavicsot azt kitisztítani belőle, majd ezt követően egyenletesen visszasöpörni, visszatölteni, és az éves során elhordott és eltűnt gumizgranulátumot, amelyek a játékosok a cipőjükkel, labdával kirúgnak a pályáról, azt viszont pótolni kell. Úgyhogy ez indokolta a mostani komolyabb karbantartási munkálatokat. Ezt a pálya bevételéből szereztük, és a költsége 200-220 forint körül összegre tehető. Milyen időközönként szükséges ezeket a munkálatokat megismételni? Igazán, mivel hogy a 2009-es átadáskor egy alapos és jó feltöltött gumigranulátummal és homokkal jó feltöltött pályát kaptunk, ezért kibírta ezt az 5 évet, viszont a mostani állapotában 2 évente ezt a komoly felújítást és komoly karbantartást ezt célszerű elvégezni, azáltal, hogy hosszú távon meg tudjuk őrizni a pályának a jó minőségét. Köszönjük szépen a tájékoztatást! Én köszönöm szépen! Adásunk végén a képviselő testületi ülés főbb napirendi pontjáról készített felvételünket tekinthetik meg. Következő a várüzemeltetőjének a kérelme. De a várüzemeltetőjétől kaptuk egy levelet, mint szerint a vár felújítása során a műemléki hivatal döntése alapján gondos cseleteket kellett felrakni a várnak a tetőszerkezetére. Ez állandóan problémákat okoz. És az ügyvezető kéri, hogy ezeket a cserepeket szeretné lecserélni, illetve használatbevételi engedély, ami még a várnak nincsen, meg szeretné, hogyha ebbe a segítségét fel tudná ajánlani. Én azt gondolom, hogy semmi akadálya nincs annak, tehát elvileg én azt látom, hogy a testület részéről nincs akadálya annak, hogy a cserepek lecserélését kerüljenek abban az esetben, ha minden szakhatósági engedély beszerzésre kerül, hiszen ez egy Európai Uniós pályázat volt, 822 millió forintos pályázat, amelyben szakhatóságok előírták a jelenlegi cseréknek a felhelyezését. Nagy felelősség terheli főleg a műemlék hivatal azon döntéshozóit, akik ezt a cserepet akarták, hogy feltegyük, vagy felhelyezésre kerüljön.
Minden esetben van egy garanciális javítási idő is, amelyben ezeket a cserepeket, a sérült cserepeket állandóan javítatni kell. Én azt gondolom, hogy a testület, tehát majd mindenki mondja el a véleményét, nem akadályoz meg senkit, hogy jó minőségű cserepeket cseréljen le, de jelenlegi esetben csak abban az esetben lehet ezt megtenni, ha az Európai Unió pályázathoz kapcsolódó közreműködő szervezet műemlék és egyéb szakhatóságok a jóváhagyásokat megadják, ellenkező esetben nem lehet ehhez a pályázati építményhez hozzányúlni. A másik, én megadom azt a rögtön, használatba vételi engedélyt akkor tudjuk megkapni, hogyha a tűzvíz rendszert kiépítjük. Az üzemeltető vállalta a szerződésbe, hogy a tűzvízet kiépíti, tehát nem az önkormányzat feladata, ezt több évtizeden keresztül ki lehetett volna építeni, nem valósult meg. Jelenlegi esetben pályázatot lezárva csak akkor tudjuk, hogyha a tűzvíz elkészül és használatba vételi engedélyt megkapjuk. Az önkormányzatunk mindenbe partner, hiszen jó szándékúak, szeretnénk támogatni, hogy minél hatékonyabb legyen a várnak a működése és az üzemeltetése. Természetesen azonban az engedélyeket, a törvényeket megkerülni, illetve az engedélyeket kihagyni nem lehet. Tehát én azt gondolom, hogy az előterjesztést, amit a műszaki kollégáink írtak a képviselő testületnek, úgy precíz és úgy állja meg a helyét, van, tehát engedélyek nélkül nem tudunk semmiféle hozzájárást adni a tetőcseréhez. A szándékunk szerintem megvan, de nem tehetjük meg a közreműködő szervezet, illetve hát azok a szervek, akik akkor jóvá hagyták, nem engedélyezik, nem változtatják meg a döntésüket. A polgármester szót kérte. Igen, tisztelt képviselőtestület, én az Orcs István úr előterjesztésével kapcsolatban szeretnék néhány javaslatot tenni, és szeretnék egy tájékoztatást vagy egy kérdést megfogalmazni. Tehát lényeg az, hogy 20 éves programterv létezett 1992 óta a vár karbantartására és felújítására vonatkozóan, és ez a programterv tartalmazta, illetve írta elő a bontott cserepeknek a használatát és kötelező alkalmazását is. Na most nyilvánvalóan, amennyiben a jelenlegi kivitelezés kapcsán a szél, a vákum, az egyéb időjárási körülmények olyan problémákat okoznak, ami ennek a fenntartását lehetetlenné teszi, úgy én azt hiszem, hogy az önkormányzat maximálisan legyen partner a cserep kérdésében, illetve ugye ezt az önkormányzatunknak kell ezt az egész folyamatot elindítani, tekintettel arra, hogy a pályázati kötelezettségünk kapcsán csak az önkormányzat teheti meg a fenntartást, és a fenntartási időszak pedig még nem kezdődött el, mivel hogy a vár nem rendelkezik tűzivízzel. Na most az alapvető problémánk az, tűzivíz miatt használható vételi engedélye. Az alapvető problémánk az, hogy ennek a 20 éves programtervnek a megvalósításának a végeredményéről a dokumentációt nem ismerjük, az nem áll rendelkezésünkre, és ezzel kapcsán júniusban felhívjuk az üzemeltetőt figyelmét a programterv kötelező elemeinek a megvalósítására vagy megvalósíthatóságára, tehát nem tudjuk, de azt mondjuk, hogy a kötelező elemek közül például a vár vízvezetéknek a cseréje tudomásom szerint kétszorosra nem történt meg az elmúlt 20 év alatt. Lehet, hogy megtörtént, lehet, hogy kétszoros, lehet, hogy kétszoros, tehát nincs róla tudomásunk. Nos, ugye a minden összefügg mindennel kapcsán itt a beszámolási kötelezettséget is jelzi az Orcs István, tehát ezért is nem tudunk a 20 éves folyamatnak a végéről, mert a üzemeltető 2008-ban tette le utoljára a beszámolását a vár üzemeltetés felújítás karbantartásához kapcsolatosan, és ugye ez nem valós, tehát nem volt erről szó a 2009-10-11-12. Években. Nos, tehát ennek a programtervnek a megvalósulását kellene elsődlegesen ellenőrizni, én azt mondom, és ennek kapcsán kellene vagy közösen a vállalkozóval ezt a vízvezetéket kicserélni, vagy a vállalkozó által kicserélt vezetéket elfogadtatni a tűzvédelmi hatóságokkal a katasztrófa védelemben.
Itt ennek kapcsán én letettem egy javaslatot írásba a képviselőtestület asztalára, amelyet minden képviselőtársa most megkapott. 4 határozati javaslatot fogalmaztam meg a cserépkérdéseken, a cserépkérdésén kívül. És kérném azt, hogy a képviselőtestület, mivel hogy itt lényegében nem nagy dolgokról van szó, szerződéses kötelezettségből eredő, kötelező feladatainkat kell ellátnunk, és a kérdés objektíven kell megközelítenünk, tehát azok a tények, amelyeket én felsoroltam, azok objektív tények, és az objektív tényekről nem lehet szubjektív módon vélekedni, hanem az objektív tények alapján kérem, hogy a testület a határozatait meghozni szíveskedjék. Tehát a cseréjére illetve vonatkozó határozat meghozatalán kívül kérném szépen, hogy határozzon arról a Sümegváros önkormányzat testülete, hogy a 2009-es üzemeltetési szerződés 13. pontjába foglalt kötelező beszámolási kötelezettség elmaradásának vonja le és állapítsa meg azt a jogkövetkezményét, hogy mint lényeges szerződési elem, tehát gyakorlatilag ugye amely beszámoló 4 évben keresztül maradt el, így ezen elem hiánya miatt a várszerződést, a 2009. május 22-én létrejött várszerződést a testület 6 hónapos határidőben rendkívüli felmondással mondja fel. Ez az egyik határozati javaslatom. 2. számú második határozati javaslatom, amely a vízvezeték cseréjére vonatkozik, ami szintén az üzemeltetési szerződés 11. pontja ír elő a kötelező karbantartási és felújítási feladatokat, majd a 13. pont írja elő a 20 éves programterv kötelező alkalmazását oly módon, hogy mindenkori műemlékvédelmi hatósággal, képviselő testülettel, önkormányzati építésügyi részleggel egyeztetve kell évente ezeket a feladatokat végrehajtani. Tehát hangsúlyozom, ez nem vállalom kérdése, ez a szerződésnek kötelező része, a jelenlegi üzemeltetési szerződés 13. pontja ennek kötelező alkalmazását írja elő. Tekintettel arra, hogy egyértelműen tudomásunk van arról az önkormányzatnak, hogy a hotel bár és bár között korábban meglévő vízvezeték megszüntetésre került, az ott lévő egyéb műtárgyak, nyomásfokozó berendezések, vízóra, stb. Áthelyezésre került, és azóta sem tudjuk pontosan, hogy pontosan hol, milyen körülmények között, milyen nyomással, milyen átmérővel került kiépítésre. Tehát ezért javaslom azt, hogy hívjuk fel az üzemeltető figyelmét arra, hogy a szerződés szerinti 60 napon belül ezt a vezetéket vagy eredeti formájában összes műtárgyakkal együtt állítsa helyre, a vezeték átmérőjét a kötelezően előírt 2 szorra, azaz 51,8 mm-re cseréljen ki, vagy az önkormányzat által megjelölt önkormányzati területről építse ki ezt a vízellátást. Itt javaslatomban nyilván belekerült az is, és ezzel is indítottam a képviselő testület felé beterjesztett iratomat, hogy használva vételi engedély hiánya, ami most nincs a váron, az kiküszöbölhető azzal, ha a vállalkozóval együttműködve, tehát ha a vállalkozás azt mondja, hogy az 50,8 mm-es vezetékcső cseréjét, ő végrehajtja, vállalja azt, amit a szerződésbe vállalt, akkor lehet az önkormányzatra tárgyalni arról, hogy mi a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi hatóságokkal együttműködve, azokkal egyeztetve, szükség esetén ezt a nyomócsövet egy nagyobb keresztmetszettel hozzuk létre, mondjuk azzal, hogy a nyomócső árát, annak a különbözetét mondjuk az önkormányzat viselni, míg az eredeti bekerülési költség szerinti munkátok költségét az üzemeltetőnek kell minden ellenszolgáltatás és ellentételezés nélkül megvalósítania. Tehát bízom abba, hogy ennek kapcsán a vár tűzivíz ellátásának a kérdése így a használatba vételi engedély megszerzése is megoldást nyer, megoldódik. Harmadik napirendem, illetve a harmadik javaslatom lenne, illetve az is, hogy a biztosítási szerződéseit jelenleg az önkormányzat felülvizsgálja. És ennek kapcsán mindenképpen szükséges pályázati kötelezettség is, hogy
az önkormányzat a saját érdekkörébe tartozó pályázat során megvalósított létesítményeket, tárgyakat, egyéb eszközöket saját magáltal megkötött biztosítással, biztosítási szerződéssel fedezze, illetve védje meg. De tekintettel arra, hogy a biztosítási szerződés meglétéről sem a magyar állam részéről, sem a vállalkozás részéről nincs tudomásunk, addig nem tudunk a vagyonra akár többszörös biztosítást kötni, amíg nem tudjuk, hogy a partnereink milyen mértékben biztosítják a vállalat. Ennek kapcsán korábban a szükséges intézkedéseket már megtettük, hiszen a magyar államot is felszólítottuk, hogy felkértük, hogy szíveskedjék a biztosítási szerződését bemutatni, erre választ nem kaptunk, ezt belelőségek kívánok jelenteni, választ nem kaptunk, ugyanígy nem kaptunk választ a vállalkozás részéről sem. Tavaly egy villámcsapás kár miatt, amár beruházásba bekövetkezett egy elektronikai rendszer meghibásodás, amely az önkormányzatunknak akkor 2 millió forintjába került, hogy ezt a hibát újra helyreállítsuk. Tehát a kérdésem, határozott javaslatom az, hogy az önkormányzat testülete szólítsa fel az üzemeltetőt arra, hogy 8 napon belül mutassa be azt a vagyon és felelősség biztosítási szerződését, amely a várüzemeltetési kapcsán a rendelkezésére áll. 4-es számú javaslatom röviden csak annyi lenne, hogy kérnénk és fordulunk a Műemlékvédelmi Hatóságtól, hogy a 20 éves programtervet, amelyet ő ellenőrzéssel feltehetően 2012-ben le kellett, hogy zárjon, annak az ellenőrzési eredményei a 20 éves programterv megvalósításáról készített dokumentációkat bocsássa az önkormányzat rendelkezésére. Köszönöm, hogy meghallottam. Köszönöm szépen. Kicsit keménynek hatott, hogy az előterjesztés, de nagyon komoly kérdéseket feszeget, hiszen csütörtökön megkezdődik a várprojekt ellenőrzése, nagyon komoly átfogó ellenőrzés lesz, ami azt jelenti, hogy kérdés, hogy miért is lezárva a várprojekt, miért a használva vételi engedély miatt. Több olyan kérdés is fel fog merülni valószínű, a villámcsapás, hogy van-e biztosítás, stb. Tehát ezt a mint az önkormányzat, mint a pályázatnak a kedvezményezetje nem tudja megkerülni, illetve nem is kerülheti meg. Tehát ezekre a kérdésekre nekünk választ kell adni. 3 éve próbáljuk ezt már, vagy 4 éve rendbe rakni. Azt gondolom, hogy most eljött az időszak, hogy nincs tovább. Itt mindenkinek meg kell érteni a testületnek is, meg kell érteni a vállalkozónak is, hogy ez most már komolyra fordult a helyzet, a pályázatot le kell zárni, az Unió ellenőrizni fog. Egyelőre most a közreműködő szervezet fog ellenőrzést végezni, és lehet, hogy a következő pedig még komolyabb ellenőrzés lesz. Tehát nem szeretnénk neki menni egy olyan ellenőrzésnek, amiben megállapítják, hogy esetlegesen az önkormányzat nem tett meg mindent azért, hogy rendbe tegye a pályázatát. Tehát szeretnénk megtenni mindent, ebben partnernek kell lenni a jelenlegi üzemeltetőnek is, tehát nem vitázni kell, hanem meg kell egyezni. Megegyezés alapja pedig ez a 4 pont. Hát nem tudunk más tenni. Én azt gondolom, 822 milliós pályázat esetében biztosításnak lenni kell, pályázatot lezárni, le kell zárni, tűzivizet ki kell építeni, tehát itt most már a tárgyalások időszaka. Én azt gondolom, lezárjuk, tettekre kell most már rátérni. Tessék, ő is veszik. Nagyon igyekszem figyelni, hisz egyébként hitelesítőnek szakaszoknak a testület, és eddig úgy véltem, hogy a szövegértő kompetenciában nincs különösebb pont, tehát a napirendi pontok között egyértelműen ez szerepel, hogy a vár üzemeltetőjének kérelme. Na most ehhez képest az ülést követően találunk itt az asztalunkon egy valóban nagyon falsúlyos, és ahogy a polgármester is mondja, lényegi kérdéseket tartalmazó előterjesztést. Na most én a magam nevében beszélek csak, ezt ne tessék tőlünk elvárni, hogy 2 perc alatt egy ilyen anyagot úgy beemelünk, amelyben benne van, hogy a 4 határozati javaslatról név szerinti szavazást kérnek. Én most jelentem ki, hogy így fölkészületlenül, nem a napirendi ponthoz kapcsolódóan közvetve, igen, mert hát azért valóban ez a tűzibizott szerepel, hogy így elénk tesznek egy anyagot, hogy ebben felelősséggel döntsünk, aminek mindjárt a legelső pontja az, hogy mondjuk fel az üzemeltetési szerződést. Hát én nem tudom. Én ehhez a nevem nem tudom adni felelősséggel.
ha a napi rendi pontok tárgyalása előtt ezt fölmerülvonod, vegyük a napi rendi pontok közé az alpolgármester úr előterjesztését, nem szőrszálhasogatás akkor ez lenni, de tulajdonképpen igen, mert most ez megint úgy érzem, hogy az ő kérésükre villámgyorsan akkor összeállítottunk egy olyan anyagot, ahol valóban lehetnek itt jogos kérelmek is, mert látom, hogy júniusban kiment ez a kérés az üzemeltetőknek, amire hát ők azért megválaszoltak valamelyest. Na, röviden, én megmondom őszintén, én a napirendi ponthoz, tehát az, hogy a vár üzemeltetője mit kér, hogy a gondok cseleteket és abban, hogy a polgármester is utal, ők vállalják, hogy beszerzik az engedélyeket, tehát az egyik engedély, most van itt az asztalunkon az önkormányzat, amit kezelünk az engedélyekkel, hogy az üzemeltető ezt megvalósíthassa. Tehát ha most itt húzzuk, halasztjuk tovább, ugyanúgy befogázni a vár, se ők nem tehetnek róla, semmi nem tehetnek róla, hogy oda gondok cserepek, hibás döntés alapján gondok cserepek kerülnek fel, hogy keresik a megoldást, véleményem szerint most arra kellene fókuszálni, meg arra a dologra valóban, hogy legyen használható vételi engedély, aminek azért azt felfogom, hogy a tűzidíza az összetevője, de hogy egyből eljutottunk oda, hogy akkor mondjuk fel az üzemeltetési szerződést, mondjuk 10 perc elteltével, szóval nem tudom, ezt így felelősségtelen tartom, hogy ezt itt tárgyaljuk. Köszönöm szépen. A műszaki kollégák leírt egy előterjesztés, azt gondolom mindenkinek kapta és elolvasta. Tehát az egyértelmű, hogy a pályázatban fenntartási időszak alatt, ami nem kezdődött be itt a használni idejelenére, nem tartjuk meg, pályázati fenntartási időszak alatt csak úgy hajtható végre a cserepek cseréje, az összes szakhatósági engedélyt megkapja az önkormányzat. Most mire mi ezeket beszerezzük, akár is igyekszünk bele azért az jó pár hónap, ha egyáltalán megadják. Én azt gondolom, hogy mikor a műemlék hivatalra volt egy vitán, csak ezt adaléknak mesélem el, és annyit kérdeztem, hogy szakmailag mi indokolja a használt cserék felrakását, annyi volt a válasz, hogy csak, mert ezt így gondolják. Tehát én azt gondolom, hogy ezek után most nekünk ne kell szerezni az engedélyeket, tehát az üzemeltető nem szerezhet be engedélyeket, próbálkozzon persze, nem zárjuk el, próbálja meg ő is. Nekünk, mint a pályázat kedvezményezettjének kell az engedélyeket megszerezni, és azután lehet lecserélni. Közben nem ázik be vár, mert van egy garanciális kötelezettsége a kivitelezőnek, tehát folyamatosan javítani kell a cserepeket, amíg meg nem kapjuk az engedélyeket a cserére. Erre mondtam, hogy az önkormányzat nem zárkózik el, szerintem senki nem gondol, hogy elzárkózunk, hogy ne cseréljük egy jobb minőségű, műemlék jellegű új cserét, ezzel semmi gond nincsen. Csak nekem az a gondom, amit a polgármester is itt megfogalmazott, hogy túl sokat beszélünk és keveset teszünk ebben az ügyben. A 20 éves programterv, amit 1992 óta megvan, azokat a programterveket, amikor átnéztük, igazából kiderült, hogy azért itt nagyon sok olyan hiányosság van, amire a polgármester is utalt. A hotel várból vezetett fel egy nyomócső a várba. Engedély nélkül ez a vízvezeték rendszer megszüntetése került, egy új vízvezeték került kiépítés, úgyhogy az önkormányzat, aki megkapta a várat ingyenes használatra, erről nem tudott, hogy mi történik ott. Erre nem volt tájékoztatás. Gyakorlatilag azt kéri a polgármester előterjesztésében, hogy épüljön vissza újra ez a cső, és hogyha ezt az üzemeltető is mi közösen építjük ki, járuljunk hozzá a költségekhez, hogy ebből ne csak egy ivóvíz vezeték legyen, hanem ebből legyen egy tűzivíz vezeték is, mert neki is, üzemeltetőnek is, és nekünk is közös érdekünk az, hogy végre ezt a pályázatot le tudjuk zárni. Amit ugye ő kér a levelében, és azt is érdemes ugye összevetni a kollégánknak az előterjesztésével, hogy a használati engedély megszerzéséhez közreműködjünk. Csak úgy lehet közreműködni, ha megépítjük, amit kérnek, és akkor megkapjuk a használati engedélyt. Tehát én azt gondolom, hogy le kell írni, hogy mi mennyibe kerül, ki mit épít meg, és akkor nem tudom, erre tett ajánlatot, hogy tessék, csináljuk meg. Az nem megoldás, hogy egymással mutogatunk, az sem megoldás, hogy újságról üzengetünk, az sem megoldás, hogy megállapodunk valamiben, és akkor
mégsem úgy van. Az a megoldás, hogy most a tettek mezére kell lépni, mert csütörtökön elkezdődik egy átfogó projekt ellenőrzés, ennek nem tudom, hogy a végén mi lesz. Erre mondta a polgármester úr, hogy mondjuk fel a szerződést 6 hónapon belül, amennyiben az üzemeltető a ráeső feladatokat vállalja és elkészíti, akkor ez a szerződés ugye nem kerül felmondásra, ha nem vállalja, visszavonásra kerül, ha nem vállalja, akkor hatályba lép a felmondás. Tehát én azt gondolom, hogy egy kis pressziót most már kell gyakorolnunk, mert 4 éve megy az, hogy nem tudunk megegyezni. Eljutunk addig, hogy megegyezünk, vagy megint valami úton módon nem egyezünk meg. Tehát én azt gondolom, hogy a jó szándék legyen meg az üzemeltetőbe is, bennünk is, de most már olyan pressziót kell gyakorolni, hogy igen, meg kell csinálnunk ezt az egészet. A népszerint szavazás onnan merült fel, hogyha ezek nem készülnek el, ezek a munkák, előbb-utóbb ennek anyagi következménye lesz, felelősségre vonások lesznek, polgármester, képviselőtestület, mindenki, ne bújjunk egy kollektív felelősség mögé, én azt gondolom, hogy mindenkinek vállalni kell a dolgot. Ennek a vállalat a projektet be kell fejezni. Sajnos, hogy ilyen irányba mentünk el, rosszá íze lett ennek az egésznek, de még mindig korrigálható, hogyha egy egészségügyi hasonlattal élek, az injekció nem kellemes, de roppant hatékony, hogyha jó adagot adnak be. Ez a felmondási szerződés nem, vagy szerződés felmondása nem kellemes, de roppant hatékony lehet, ha végre meg tudunk egyezni. És nem az Európai Unió fog szankcionálni bennünket. És utána egymás szemében nézünk, kezdet, hogy azt mondjuk, fiúk, jó munka volt, megtettük, ahogy meg kellett tenni, és menjen minden a maga hát. Ennél többet nem tudunk tenni most már, azt hiszem. De hogyha valaki nem érti meg, hogy ezeket a dolgokat el kell végezni, akkor nem tud más lenni a testület, hogy jogi úton lép és megpróbálja ezt jogi úton is kikényszeríteni a másik félből, aki nem teljesítette a szerződést. Én ezt gondolom erről, és nem szeretném senkinek minősíteni a hozzáállását, de én azt gondolom, hogy az önkormányzat is maximálisan, a vállalkozó is a várért próbál tenni, de most már közelítsenek az álláspontok úgy, ahogy kell tenni. Egyet kérünk, semmi mást. Mindenki tartsa be a szerződést a vállal kötelmény. És akkor semmi gond nem lesz. Van egy kérdés? Én javaslom a név szerint egy szavazást tervezünk be, és akkor hallgatunk. Igen? De ennek szavazzunk, tehát azért csak én a... Igen, az lenne a... Akkor ezt azt mondhatassuk. Jó? Köszönöm. Én nekem az lenne a javaslatom, hogy a kérdésem. Nem van nekünk is semmitől sem ismertek, hogy nem vagyok a logikus, de én sok mindent nem értek át ebből a napirendből, nem vagy hogy a utca mellett ülök, hogy van a várnak az üzemeltetőnek egy kérelme, ezt se értem. Mert ő neki ne kérelme legyen, hanem bejelentése legyen. Ez az első. Ez a projekt elkezdődött 2007-ben, 2011-ben átadtuk, ugye itt volt egy váltás képviselőtestületi részről is, és ma 2014. július 22-e van. És onnéttől többször tárgyaltuk ezt az egész vár használva vételengedélyt üzemeltetését, elköltöttünk az adófizetők pénzében 822 millió forintot. A cserepet, akármilyen cserepet rakunk föl, de lehet, hogy van itt hozzá jobban értő is, hogyha azt nem szakszerűen rakják föl és mindent nem szegelnek le, akkor bármit rakhatunk itt, betont is, meg akármit, az akkor is el fogja fújni a szél, mert eddig is elfújta. Az én értelmezésem az is volt, addig, ameddig nem kaptuk meg testületüléskor az alpolgármester úrnak ezt a határozati javaslat csomagját, aminek van rész is, meg talán mondhatjuk azt, hogy teljes igazság tartalma is, mert amire hivatkozva ő elmondta, én nem akarom ezt ismételni, annak vannak szerződési kötelezettségei a üzemeltetőnek, aláírva ugye az önkormányzattal és a tulajdonossal, a magyar állammal, és ezt valamilyen formában konszenzussal kellene kezelni,
aminek én így most semmi nemű aktualitását azért nem látok, és megmondom őszintén, hogy nem is akarok ebben részt venni ebben a szavazásban sem, pontosan azért, mert nincs itt az a fél. Fizikailag lehet, hogy meg egy hiba, nem tudom, gondolom, hogy megkaptak napirendi pontra, meghívott, hogy legyenek itt. A másik, hogy a napirendhez ez ilyen szempontból nem is, bocsánat, nem is kapcsolódik, mert én nekem azt éreztem ebből, és az előterjesztést kifogásolom már, amit az Olt István készített, hogy nekünk bejelentés történt, kötelezettségünk, már mi vagyunk a győztesek és a nyertesek és az elszámolási kötelezettség, amit a polgármester úr is mond, garanciális javításban megjavítatni, és nem abba kétséget vonni, hogy a beruházás miért használt bontott cserépfel, azért már, amit mondta a polgármester úr. Mi ezzel nem tudunk mit kezdeni. Nekünk egy a kötelességünk, úgy érzem most, hogy a műszaki osztálynak a vezetőjét fel kell kérnünk és utasítani, hogy azonnal szüntethessen egy garanciális javításban, ne ott hónapokkal valakinek a fejére essen, mert nekünk ez a kötelességünk. A másik dolog, hogy itt a határozati javaslatot, ha olvasom, ami nekem teljesen ráfegyő fordítva is ülök a lovon, hogy szüntessük meg azonnali felmondással a szerződést, és közben meg még három pontot kérünk, hogy azt még csinálja meg. Én fordítva tenném, hogy ezeket, amiket most találtunk problémákat, arra felkérem az üzemeltetőt, hogy záros határidőn belül, ugye amit megint írtatok is levelet, én mint képviselő arról nem tudtam, hogy felszólítottátok, és hát nem baj, mert ez a normális rendje annak, hogyha valakivel szerződés és kötelezettségünk van, hogy észreveszünk valamit, és ugye úgy reagáltak rá, hogy amennyiben nem teljesíti záros határidőn belül az üzemeltető, ő által a vállalt és aláírt szerződési kötelezettségét, akkor azonnali hatályú felmondást kell, hogy eszközöljön a képviselőtestület. És nem úgy, hogy az első pontban szüntessük meg azonnali felmondást, és utána meg még kérjük a biztosítást, meg amit elmondhatok, nem is akarom ismételni. Lényeg az, hogy én ezt egy felelőtlen döntésnek tartanám, egy álomarkodottnak, igaz, hogy a társaim is gondolom, hogy erről nyilatkozni fognak, úgy, ahogyan a jegyzőasszony is mondta, hogy ez milyen eljárás rendben tud menni a népszinti szavazás, nem mintha én nem vállalnám a népszinti szavazást, de én ezt most nem tanácsolom ebbe az egymásnak üzengető, meg nincs jelen az üzemeltető, nem vagyunk mi olyan nagyon nagyok, hogy majd üzenjünk, azt utána holnap után megint kezdődjenek az egymásra mutogatások, hanem hívjuk meg, egyeztessünk, tárgyaljunk róla, konzultáljunk, és utána hozunk már azért egy nem kis felelősségi döntésnek látom, hogy itt most bármelyikünk is felelősséggel azt mondja, hogy igenis azonnal hatállal mondjunk fel egy megkötött 20 éves szerződést, amit azért mi kötöttünk meg, valójában be őszintén, most olyan projektzárásakor, amikor ugye a három félnek az aláírásával lett ez megtéve. Köszönöm szépen! Amit én már problémának látok, hogy ez egy kérés a Sümegi önkormányzat felé. Ugye itt van, megnézzük az alján, kapja az MNBZ-ért, kapja a Forsztegyő az örökség gazdági, tehát szövetes köztet. Gyakorlatilag majdnem, hogy a levél alapján az jön le, hogy mi nem teszünk meg mindent a befolyó, csöpögő, stb. Milyen dolgok miatt. Ebben szeretném hangsúlyozni, az önkormányzat semmiféle felelősséget vállalni nem tud, hiszen ennek az egész projektnek az egész műszaki tervét, engedélyeztetését, ezt mind Budapesten központi szervek döntötték el, ahogy a műemlékcserék felrakásába se kérdeztek egy képviselőt se, egy műszaki osztályvezetőjét se, hogy jó lesz, vagy nem lesz. Mi ágáltunk, hogy a nevelen, de hát senkit nem érdekelt, hogy mit mondunk. A kellemetlen ebben levélben az, ha most egy budapesti MNZ-t és szakember olvassa, majdnem az van belőle, hogy mi nem tettünk meg mindent ebbe az esetbe. A másik, hogy a használatba vételi engedélybe nem kell közelítődni az üzemeltetőnek. Használatba vételi engedélyért azt kell megállapítani, hogy kinek a költséget vállal fel a tűzi víznek a kiépítésébe, és az engedély automatikusan meg fog jönni, hogyha azt kiépített. A probléma az az, amit a programtól is feszeget, hogy korábban képviselői minőségben jutottam be, nem? Igen, nem. Jó, oké, jó, elnézést, képviselői. Az a probléma, hogy mi már kértük, hogy a biztosításokat lássuk, 2 millióba került az, hogy nem tudtuk, hogy van-e biztosítás, vagy nincs, vagy nem volt biztosítás magyarul. Elkészült a projekt,
azért jól mondtad, Béla, 822 millió forintot beletett ide az Unió, meg a 172-t a meg, és nincs biztosítva. Ha ez leég, ez a vár, a felelősség a miénk, amikor mi kértük, hogy a biztosítást mutassák be, nem tudták bemutatni, 2 milliós kárunkat ki kellett fizetni. Ha most, ne adj Isten, valami történik, állandóan megigad a vállódal. Meleg van, ez van, az van, gyújtogatnak, leég a 822 milliós ingatlan. Akkor arra ki fogja vállalni a felelősséget. Erre mondta alpolgármester, hogy pressziót kell gyakorolni. Felmondjuk a szerződést. 6 hónapja van az üzemeltetőnek, azt mondani, hogy kérem, elvégzem a munkálatokat, aláírjuk a megállapodásokat, aláírjuk a szerződéseket, kössük meg a biztosításokat, és akkor 3 hónapban azt mondjuk, hogy most visszavonjuk, akkor nem mondjuk fel. De így sosem lesz az egészből semmi, hogyha mindig azt mondjuk, hogy ennyi, hát azért meg kéne oldani a problémát. Nem oldódik meg a probléma. 4 éve nem tudtuk megoldani. Látjátok, nem tudjuk lezárni a projektet, és még egyszer mondom, most csütörtökön megkezdődnek az előzések. Mit fogunk arra mondani, hogy miért nem? Mert hogy az önkormányzat nem építettek, hogy tűzügyileg. Hát nem az önkormányzat vállalta be a vezetéképületet, a gépészetéket. Tehát ezek a szerződések, a rugász mondja, a szerződés szegése. Tehát nem akarunk itt jogászkodni, csak azt szeretnénk, hogy valami legyen most már ebben az egész projektet, valamerre mozduljon el az egész. Éves szinten, a vár bevételéből 15 millió forintot kap. Én azt gondolom, hogy az nem elvárható, hogy utána, hogy az adófizető polgárok még fizessenek 30-40 milliókat külügyvíz kiépítésre. Tessék megegyezni velük. Hát próbáljunk megegyezni. De hát nem tudunk megegyezni, mert már nem tudok erre mit mondani, már jobban nem tudom mondani ezt a dolgot. Erre gondolt alkoholi, vagy a képviselők, hogy akkor egy pressziót oda teszünk, hogy kérem, felmondjuk, van 6 hónap, hogy mindenki a szerződésben vállalhatja és teljesíti, ha nem teljesíti, hatályba lép, ha teljesíti, visszavonjuk. Semmi dolog nincs ebben az egészben, csak valaminek el kell kezdődni már. És egy fél mondata azért az mindenkinek legyen világos, hogy bármi történik a várban, bármi, az mindig itt csapódik le, az üzemeltető küldi a levelet, hogy meghibásodott a gépészet, rossz a villámhárító, szivattyút kell cserélni, stb. Minden egyes alkalommal ezt a levelét megküldi a Nemzeti Vagyonkezelő ZRT. Tehát ott ezt minden egyes esetben úgy tekintik, hogy kutyákodik a sümeg önkormányzat, mert nem tesz meg semmit az állami vagyon fenntartása érdekében, megfelelő fenntartása érdekében. Ugyanakkor a 20 éves programterve pedig fel van sorolva, hogy a gépészettől, a vízvezetékcsövekig, a villámhárítórendszerig ennek a folyamatos karbantartása, felújítása az üzemeltetőnek a kötelessége. Ezért szeretném én végre látni leírva a Műemlékvédelmi Hatóság részéről, kérem szépen, itt minden folyamatosan rendben megtörténik. Ez most olyan nagy baj, hogy kérés, hogy 20 év után szeretnél látni, ugyanakkor a kérésében, ami itt szerepel ugye az előterjesztésben, kéri az üzemeltető, ami jelzi, hogy partner szeretne lenni egy újabb programterv megvalósítására. Hogy építsél programtervet anélkül, hogy nem ismered a másik programtervnek a megvalósulását, lezárását. Tehát akkor mindig mi nem teljesítjük a kérelmet, hogy mi nem vagyunk partnerek. Ha hogy legyen olyan a partner, azt sem tudod, hogy mi történt, mihez kéne partnernak lenni jövőre nézve. Tehát semmi különösebb rossz, én azt hiszem, hogy ebben nincsen. Tehát aki így fogja fel, nagyon hosszú fogja fel, én azt mondom, ez pontosan, ami a polgármester úr mondta, arra jó, hogy mindenki kapja részhez. Önkormányzat is, üzemeltető is. Szombati különkiadásunkban a testületi ülés teljes felvételét tekinthetik meg 18 órától. Vasárnap a Ferences templomból közvetítünk szentmisét 12 órától. Köszönjük meg tisztelő figyelmünket! Mai adásunkat július 28-án hétfőn 18 órától ismételjük meg. A hétvégére minden kedves tévénézőnknek kellemes időtöltést kívánunk!